Ez, bocs, ez csak a egyébként nem baloldalt mondanék, hanem liberálisokat, de ez mindegy. De a liberálisoknak ott volt az Esterházy Péter, most tök mindegy, hogy jó író vagy nem, ott volt az Esterházy Péter, meg ott van a Nádas Péter, meg ott van a Konrád György, meg ott van, nem tudom, érted, vannak ilyen figurák, érted? Igen. Akiknek nemzetközi kapcsolataik vannak, stb. A jobb oldal kinevelt egy ilyen akár írói, művészi, bármit. Vagy igen, még nem, kevés az idő igen, hozzá, tudod, vagy igen, érted? Igen, csak tudod, én mi is, szerintem, pont, mi rossz, pont rossz példának érzem az Esterházyt, azt mondom, meg, mi se szerettük meg a Nádas őket. Pétert, mert tudod, ők azok az írók, akik, hogyha kimennek a szobából, többen lesznek bent az írók. Aha. De komolyan, hát erről szól az irodalmuk, hogy így leírnak valamit, és az a valami az arról szól, hogy nem írták le. Érted? És ez a dekonstrukció. Másról beszélsz. De ez a dekonstrukció. De... Robi, másról beszélsz, mert erről mi már beszéltünk külön, és nem szeretjük őket. Igen. Egyikünk se. Most, az, hogy ugyanilyeneket nem tudod kiállítani magából a jobb oldal, ez a jobb oldalnak kifejezetten erénye. Hát még csak ez kéne. Jó, nem erre célom, és direkt, egyébként kurva szellemes, tehát tetszik, amit mondasz, csak direkt félreértesz, tudod? Tehát én nem arra mondtam, hogy ugyanilyen dekonstruktív figurákat, hanem neveket, bazd meg, meg alkotókat, értem. Én értem, hogy ennyi, miről, értem. Ennyi. Jó, értem, hogy miről, egyébként jó, vicces volt. Értem, hogy miről beszélsz. Na most a